A Gergely jugornyai nyaralókig szökött a Tisza vize január elején vásárosna minnál. Az évelején több csapadék hullott le, mint azt előrejelezték, amit még olvadás is tetézett. Emiatt a vártnál jobban emelkedett a vízszint, a felső Tiszán a harmadfokú szintet is elérte, igaz készültséget nem kellett elrendelni. Főleg, hogy az erős lehűlés miatt gyors apadás volt tapasztalható. Az eset rámutatott, hogy meg kell erősíteni a töltéseket, ott ahol ezek korszerűsítésre szorulnak, ahol pedig nincsenek, meg ott ki kell építeni. A közelmódban kiépített töltések és műtárgyak jól bírták a terhelést. Azokon a szakaszokon, ahol már kiépült, akár legutóbb 2019-ben, vagy azt megelőzően, a 2000-es évek első éveiben, ott nem volt különösebb probléma ez a víz éppen elérte a töltés lábát, vagy egy minimális terhelést adott a töltésnek, ott a zsilipek is állták a sarat. Tehát ha még lett volna három méterre magasabb a vízszint, az is könnyen, tehát könnyű lett volna azt is kivédeni, úgy gondolom, mert nem lett volna szükség magasításra. A vásároslamény feletti folyószakaszon több helye már korábban kiépült a töltés, a közeljövőben pedig újabb 40 kilométeren fejlesztenek. Jelenleg a tervezés és engedélyezés van folyamatban. Négy zsilipet kell lebontani és a helyükre újakat építeni, modern elzáró és mozgató szerkezetekkel. Emellett vízrajzi monitoring hálózatot is kiépítenek. A felső tiszán gyorsan jönnek és vonulnak le az árhullámok. Minden évben, főleg márciusban van esély arra, hogy új csúcsokat döntsön az árvíz. A töltéseket is folyamatosan emelkedő árvízszintekre kell felkészíteni. Ez az, az új számítás azt igazolta, hogy új mértékű árvizeket kell nekünk ö, ö, meghatározni, és ez lett a korábbiaknál magasabb, a 2001-es vízszintnél körülbelül hát egy méterrel magasabb kell ezt elképzelni, és a töltések még e fölé egy méterre épülnek ki. Tehát ha a 2001-es árvíznél magasabb jön egy méterrel, akkor is még bőven lesz biztonság. Ha két méterrel jön magasabb, akkor, akkor színel a töltés koronával és akkor kell magas, utána kell magas tenni. De hát azért lesznek a tározók, meg vannak, hogy majd ezeket a többletvizeket majd oda tározzuk, és azzal csökkentsük a vízállást. A tervezésen túl már a kivitelezésre is gondolnak, több ajánlati felhívást is közzétettek már. A 40 kilométert érintő töltésfejlesztés 2027-ig valósulhat meg, a mostani uniós költségvetési ciklus egyik legfontosabb árvízvédelmi projektjeként. Eredményeként nagyobb lesz az árvízi biztonsága a térségben, a munka ugyanakkor nem áll meg, a vásárosnamény alatti szakaszon bőven van még mit tenni, a töltés itt tervezik folytatni a későbbiekben.